Jadi kivezete. Nem szabad, Melluca, összevallja a tyúk a tojóját, és nem lesz tojás. Jéjünk, fanyuk, ne tégyedjen. Nem lehet, mert az összehubancolja a fonalunkat. Akkor én átmegyek a szomszédba. Nem szabad, Melluca, Szanti viszi a házban a szerencsét. A 20. születésnapját ünneplő Pöttömke alapítvány csütörtök délután tartotta meg Luca napi vásárát, amit a gyerekek műsora nyitott meg. Az ajándéktárgyak elkészítését mi a nevelési évelején elkezdték. Már ősszel elkezdtük a készülődést, a szülőkkel együtt közösen ötleteket gyűjtöttünk. Nagyon örülünk neki, hogy az idei évben is a szülők is aktívan bekapcsolódtak ebbe a folyamatba, és ők is a saját ötleteiket megosztották velünk, és mi is a mi ötleteinket meg tudtuk velük osztani. Csoportonként 5-10 szülő mindenhol szokott lenni, aki aktívan bekapcsolódik, és minden programon segít, és bármilyen program van, mindenhol szívesen jelen van. Legtöbben adventi asztaldíszeket, karácsonyfa díszeket szoktak gyártani, de egyébként most például az egyik csoportban készítettek kis szoknyácskákat, jégvarázsos kis szoknyácskákat, én úgy gondolom, hogy ez a lányok körében nagyon népszerű lesz. A vásárbevételét az előző évekhez hasonlóan gyermekprogramokra fogjuk fordítani.